Az esélytelenek magabiztosságával indultunk, és azt a nyomást is bírtuk, ami egy sikeres csapat vállát nyomja, amikor a világ egyik legjobbja ellen kellett a pályára lépni. Évtizedek alatt felhamozott hátralékáért kapott a magyar közönség bőséges kárpótlást. Meg is hálálta. De mi lesz ezután? A stúdióban Kovács Kálmán, a válogatott egykori csatára. Az is érdekel, hogy mi volt ezután, bármennyire is értelmetlenek tűnik ez a kérdés. Szia Kálmán, jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Tesi tanár vagy? Igen, igen, és ezt nagyon élvezem. De igazán tiszta szívből és valóban nagyon élvezed? Mondjuk azt, amikor órát tartasz, azt elfogadom, de ja, hogy ez az ennyi? Adminisztrációt azt azért nem azt annyira. Azt például nem? Persze, azért vannak benne háttér dolgok. Például mindenki úgy gondolja, hogy amikor befejeződik az iskola június 15-tel, akkor a tanárok elmennek szabadságra, és szeptember 1-jéig a Balatonon sütetik a hasukat. És mindenki iridlés őket ezért? Ezért természetesen iridlést kapunk, de ez nem így történik. Ez még nekünk július 1-jéig tart a munka, és augusztus közepén kezdődik, tehát hogy igazából 6 hetünk van, de ezt a 6 hetet is élvezzük, és azért más az iskola, amikor nincsenek bent a gyerekek, azért az egy könnyebb munka. Na de más az iskola, ahhoz képest is, amilyen a futballpálya, azért te úgy képzelted, hogy edző leszel. Én úgy gondoltam, hogy nekem jár mondjuk a Honvédnak a kispadja, tehát vezetőedző van leszek. Van olyan, hogy jár az ember? A szám az van, tehát a szám az azért az szokott, de az elején, mikor abba hagytam, akkor nekem ez egy fixa ideám volt, hogy előbb-utóbb én úgyis a Honvéd vezetőedzője leszek, egy 6-8 ember mellett voltam pályaedző, és rájöttem, hogy teljesen normálisan működik nélkülem is, és onnantól kezdve már nem is nagyon akartam visszakerülni. Természetesen lenne egy olyan közösség, egy 4-5 ember, akivel összefogva lehetne valamit csinálni a futballba, azt nagyon szívesen csinálnám. Te ugye annak a generációnak vagy a tagja, ahol utoljára álmodoztunk. Ez a mexikói hát generáció. Igen, de... Az ifjúsági Európa bajnok csapat Moszkvából, igen, ez a bicskei féle csapat, aztán igen, a détári féle Kispest legendás csatára voltál. Neked a mexikói álom visszajön éjszakánként? Igen, és mondjuk ezzel a fejjel nézem úgy mondjuk Nagy Ádámnak a szereplését. Én körülbelül annyi időt lehettem, 20 éves voltam ebben az időszakban, és nekem teljesen természetes volt, hogy hát most itt van edzés, ott van edzés, ide megyünk meccset játszani, bekerülök a válogatottba, mert én előtte egy 3-4 hónappal kerültem be, játszunk a brazilokkal, hát akkor a braziloknak. Sőt, gólt vágtál a braziloknak. Gólt a braziloknak, és ezek akkor még természetes dolgok voltak. Hát most 50 évesen már látom, hogy milyen nagy dolog volt ez, és másképp kellett volna megélnem, egy kicsit tudatosabban, profibban kellett volna. Egy 20 éves kölyök minden feltétlenül, de ma már egy 20 éves játékosnak viszont igenis profinak kell lennie. Nem jött másképp oda? Úgy profi voltam, tehát nem abból a hozzáállásból nem voltam profi, fejben, hanem az, hogy nem tudtam ezeket igazából értékelni. Tehát amikor most emlékeket keresek, akkor maximum a YouTube-on a felvételt tudom megnézni. Megnézed? Néhébe-hóba saját magamat nem, de ezeket az időszakokat megnézem, de azt gondolom, hogy nekem lehetett volna tárgyi emlékem is ezekről. Most elteszem, most kint voltam az Izland mérkőzésen és a Portugál meccsen, annak a két meccsnek megvan a jegye. Ezekből az időszakból nem jegyeket tudtam volna eltenni, hanem sokkal fontosabb dolgokat, és mégis alig van belőle valami. Ez azért kár. Lendül a lábad, amikor Gerának lendül? Nem, de esek, mikor megrúgják a csatárt a 16-oson belül. Tehát bizonyos szituációkra reagálok, bizonyos szituációkat próbálom a mérkőzésen. Várj, ezt most hogy képzeljem? Tehát nem lendül a lábad, hogyha lőni kell, de képes vagy egyet esni? Nem, amikor látom, hogy betolja a védő elé a labdát és tovább fut, akkor én fogom a fejemet, hogy miért nem esett el, és miért nem használta ki ezt 11-esnek. Mert abban te nagy király voltál. Hát, az ösztönös volt, vagy tanultad? Ösztönös, teljesen. Tehát te vagy a 11-es király. Gerált mondták, hogy 20-ról is képes vagy beesni. Nem, ezt nem azért akartam elmondani. Vannak bizonyos szituációk, amiket azt gondolom mindenki érez. Mindenkinek más. Nekem egy 20-ról lövés, az nekem szóba se került, mert maximum 20 centiről tudtam betalálni a kapuba. Hát a 16-oson kívülről talán egy gólt rúgtam életemben. Tehát körülbelül ez volt az arány, tehát én más típusú játékos voltam, és egy olyan honvédba volt szerencsém játszani, aki a 16-oson belül játszott el a mérkőzés. Hol meg kellett lőnök a détel előttet? Igen, illetve voltak még egymáron. Itt van ez a magyar válogatott, amivel kapcsolatban az egyik alapember, Zsuzsák Balázs, a legutóbbi a
portugál elleni meccs után azt mondta, hogy hát mi nem tudtuk, hogy tudunk ennyire futballozni. Hol volt ez a tudásunk eddig? És ugye ez egy nagyon okos kérdés, mert ezt mondjuk mi is, és ezt a kérdést tesszük fel mi is. Ugyanazokat a játékosokat látjuk, javarészt, akik mondjuk 8-at kaptak 2 évvel ezelőtt még Hollandiától, akiket megvertek az északírek, jó, abból a csapatból a maiban csak Zsuzsák volt ott. Mi történt? Köszönöm a bemelegítő kérdéseket, és akkor most már rátérünk az aktuálisra. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor kellett bejönni tévéműsorokba, és mindig a labdarúgás mellett kellett érvelnem, mert idézőjelben az volt a trend, hogy a labdarúgáson esetleg üssünk egyet, akkor én ilyenkor... Sok simogatni való nem is volt. Természetes, ugyanannyi majdnem, mint amennyi most, tehát azért érdekes erről beszélni. Én azt gondolom, hogy ez egy hozzáállás kérdése. Tehát amikor én egy mérkőzést megnézek, és tudom a mérkőzés végeredményének, az 5. percben a becsúszásból, a mérkőzés végeredményből következtetve azt fogom mondani, hogy ez most minek csúszik be, vagy hogy milyen hősies és milyen szépen küzd. Most pont az a periódus van, amikor hősies küzdelemben érünk el eredményeket. Ez nagyon jó, de ugyanígy küzdött ideig is a csapat, pont ugyanígy tudott futballozni. Zsuzsák Balázs se egy hónap alatt jutott el erre a szintre, hanem az évek folyamán. Csak amikor mondjuk idáig harmadikok voltunk a csoportban, az előző 2 selejtezőbe, akkor azzal nem jutottunk ki. Most azzal kijutottunk pótselejtezőre, és a norvégok ellen játszottunk 2 nagyon jó mérkőzést. Kálmán, ezt ne intézzük el ennyivel, segíts nekem ebben, légy szíves. Mert hogy azt nem mondhatjuk, hogy semmi nem változott. Tehát én tudom, és beszéltem jó néhány labdarúgó edzővel az elmúlt 1-2 hétben, mindegyik azt mondja, hogy na de hát mi neveltük őket, hát akik eddig tudtak futballozni, nem most tanultak meg, hanem az elmúlt 5-10-15 évben mi tanítottuk meg, de nem jött ki. Nem jött ki az eredmény. Valamit tényleg másképp kell csinálniuk. Valamit másképp kell tudni a Dárdainak vagy Storknak, hogy ugyanezekkel a játékosokkal el tudja hitetni, meg tudják nyerni a meccset, mert mi kívülről azt a különbséget látjuk, hogy úgy mennek a pályára, hogy elhiszik. Én azt gondolom, az eredményeket látjuk mi kívülről. Mi igazából nem látunk nagyon sok mindent, eredményeket látunk. Északírektől itthon kikaptunk, azonnal népharag volt Pintér Attilára, és azonnal kirúgtuk. Északírekkel x-eltünk idegenbe, és örültünk neki, hogy x-eltünk. Hát már micsoda különbség idegenben x-elni, vagy itthon kikapni? Oké, de hát akkor akitől ki kell rúgni az embert, mert ki kell rúgni a szövetségkapitányt, mert itthon kikap, akkor az idegenbeli x se valószínű, hogy annyira jó eredmény. Mondjuk a mi időnkben volt Izland mérkőzés, becsúszott egy 2-1-es vereséggel, akkor azért mindenkinek fognia kellett a fejét, és a szövetségkapitánynak azon kellett gondolkodni, hogy mi lesz most. 1-1, és tényleg hősies küzdelem volt. A világ, és mondjuk mennyivel jobb futballisták a mai izlandiak, mint az akkoriak? Hát a Gudjonsson most beállt, mint vénróka, de akkor meg még mint húzó ember volt. Mindegy, ezek érdekes dolgok. Tehát azért mondom, hogy érdekes dolgok, mert hajlamosak vagyunk nagyon szélsőségesen gondolkodni. Vagy nagyon leírjuk a labdarúgást, vagy nagyon felemeljük. Most a nagyon felemeljük időszak van, de fél év múlva ugyanezek a srácok fognak ugyanezzel a szövetségkapitánnyal játszani Portugália ellen selejtezőt. Mi lesz az eredmény? Nagyon jó volt, tényleg szenzációs volt. Tudod? Nem, én azt gondolom, hogy reálisan benne van az, hogy esetleg kikapunk. De attól még a mi fiaink lesznek, és attól még a mi fiainknak, nekem az általános iskolában hitelesnek kell lenni a gyerekeknél, és ugyanúgy a focit kell tudnom oktatni. Na jó, de akkor nézzük ezt másképp. Mikor volt egy magyar szurkolónak öröme a magyar labdarúgókban? Jó, volt egy Fradi menetelés 95-ben. Volt a Debrecennek a BL szereplése pár évvel ezelőtt. Volt 85-86-ban a magyar válogatottnak a szenzációs sorozata egészen a mexikói VB-ig is. Nem nagyon tudsz olyan dolgokat mondani 85-től mostanáig, aminek tudtunk örülni. De én örülök, valami, hogy... Akkor valami mégiscsak történt. Nem mondd azt, hogy hát, ez ugyanaz. Mert nem ugyanaz. Ugyanabból a közegből jött ki. Én nem azt akarom mondani, nem azt akarom mondani, hogy ugyanaz, hanem azt akarom mondani, hogy ugyanabból a közegből jött ki. Na de hogyha ugyanabból a közegből most kijött 7 játékos, aki a portugálok ellen az NB1-ből az EB-n pályára lépve tudott futballozni, remekül, akkor valószínűleg ezek a fiúk jobban tudnak futballozni, mint amit idáig láttunk tőlük. Miért? Azért, mert most egy olyan
közeg van. Roberto Baggio mond neked ez a hát név valamit. VB döntőn kihagyta a 11-est. Fogtam is a fejem, mert valami oknál fogva én akkor az olaszoknak szurkoltam. Talán ő volt meg a Baresi, és utána levezették, hogy vajon mennyi, milyen inger érhette a nagyvilágból, és mennyien szurkoltak az olasz válogatott ellen. És próbálták arra visszavezetni, nem tudom, hogy igazuk van-e, tehát ennyire nem értek hozzá, de ez a közeg, ez mindenféleképpen meg fogja határozni. Tehát most a magyar válogatott egy olyan szereplés alatt van, hogy most a belgáktól, ha ki is kapunk, akkor is oda fognak jönni a közönség elé, és teljesen jogosan azt fogják mondani, azt fogja a közönség feléjük üzenni, hogy szép volt fiúk, és ezt mindenki teljes mellszélességgel fogja érvényesülni. Nekem azt tetszett a magyar-norvégon, nagyon kevesen vették észre, hogy a norvég kétszer kikaptak a norvégok ellenünk, és oda mentek a norvég szurkolók elé, voltak 800-an, 1000-en, és megtapsolták a saját csapatukat. Igen, ez a pótselejtező, igen. Tehát én ezt a közeget szeretném, hogy ezt kapja a játékos. Tudod, azon gondolkodtam, most testnevelő tanárként gyerekekkel dolgozol. Hát, hogyha bedobott közéjük a labdát az udvaron, akkor rengeteg kis Ronaldot, Messit és hasonló. Hogy lesz-e belőle Gera? Szerintem szeptemberben megjelennek a kis Gerák, a kis Dzsudzsákok, és ezzel már ez a csapat többet tett, mint az elmúlt 20-25 évben bármelyik. Így van. Ez mert utoljára Kovács Kálmánok szaladgáltak a pályán, hát és az a 80-as évek akár. Így, ezzel tökéletesen egyetértek, tehát ebből tudnánk hasznot. Ideig most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 130-150 ezer utánpótláskorú labdarúgó van a rendszerben. Ez föl fog emelkedni 10-20 ezerrel, ez már eléggé telített, tehát jelentősen nem fog tudni megemelkedni. Példaképek lehetnek, de az a mi felelősségünk, a felnőttek felelőssége, hogy maradjanak is. Tehát nekünk kell hitelessé tenni a játékosokat, akkor is, hogyha ki fognak kapni a portugáloktól. Róla tudják a srácok, hogy ki a Kovács Kálmán? Hát azt hiszem a szülőktől igen, de én soha nem kérkedek vele, meg nem is erről szól a történet. Tehát mint Kovács Kálmán bemehetek, mint 56-szoros válogatott, bemehetek a testnevelés órára, és tartatok egy órát. A másodikon már megkérdezik, hogy na mi a feladat, és mibe fejlődünk, és azt gondolom, hogy ez a normális. Na hát azért tudná nekik mutatni pár trükköt még? Nagyon nem szeretek fociórát tartani. A testnevelő tanár akkor tart szerintem most jelen pillanatban még fociórát, hogyha nem akar dolgozni. Akkor bedobja a labdát a fele. Most a csomó tesi tanár haragudott meg rád. Nem, én azt gondolom, hogy program kéne mellé. Tehát most lehetőségek vannak abba, hogy mindennapos testnevelésbe a labdarúgást bevigyük, és nem azért, mert ez egy felső utasítás, hanem azért, mert ennek van értelme. A legnépszerűbb sportág még mindig testnevelés órán a foci, de amikor azt mondom, hogy jó, akkor álljunk meg, és akkor labda kihozottad, és akkor te ide passzolsz, te oda passzolsz, te oda passzolsz, akkor volt egy hetedikes fiú, aki leült, még egy 10 évvel ezelőtt próbáltam ezzel általános iskolába működni, és leült a fiú. Én nem szóltam neki egy szót sem, megvártam még a vége volt az óra, és bementem az öltözőbe, és megkérdeztem, hogy ki a kedvenc játékos, akkor Ronaldinho volt a kedvenc, és mondtam, hogy képzeld ezt, Ronaldinho hetente kétszer megcsinálja a labdakihozatalt, neked meg ciki itt testnevelés órá hetedikesként, na onnantól kezdve hiteles voltam, és megcsinálta azokat a feladatokat, de ezeket mindenkinek meg kell tudni küzdeni, és azt gondolom, hogy akkor érünk ezzel a mostani 3 mérkőzéssel, ha majd egy év múlva is úgy emlékszünk, hogy ezek a srácok, ezek már egyszer adtak nekünk valamit, és nézzük meg, hogy mit ne felejtsük el fogadni. Nekik. Így van, tökéletes. De ennek ellenére is ezzel együtt, ha jól értem, elájulva nem vagy ettől a 3 meccstől, illetve ettől az eredménytől. A 3 meccs hangulatátom, 2-n ott voltam élőben, a hangulattól el vagyok ájulva. Azt, hogy egy így össze tudtunk fogni, és együtt én is úgy éreztem az utolsó 10 percben, hogy a portugálok ellen, hogy nehogy véletlenül mi kapunk felé menjen. Elfogadtam volna 4-3-at is, de akkor öröm voltam volna, hogy 3-3 van, hogy én, ha lehet, akkor beálltam volna a busszal a kapuba. Mi lesz a belgák ellen? Kiki meccs, az már egy kicsit más. Én mit szeretnék, akkor azt szeretném, hogy büntetőkkel essünk ki, és akkor tényleg azt mondom, hogy egy hősies küzdelem volt, de azt gondolom, hogy a realitás az, hogy 2-0-ra kikapunk, de én ezt is elfogadom ettől a csapattól. Amikor... A továbbjutás nincs is a fejedben? Ugye most megjött az étvágy, tehát
a vérmes szurkolók azt mondják, hogy az EB döntőig megyünk. A nyolcad döntőre van jegyem, a negyed döntőre nekem nincs. Tehát én így terveztem előtte, mondjuk nem ezzel a felállással, én úgy terveztem, hogy az osztrákoktól kikapunk, Izlandot megverjük, portugáloktól kikapunk, és egy jó gólarányjal tovább megyünk a három ponttal. Ehelyett azért most csoport elsőként tovább jutottunk. Ezzel nem szomorkodunk. Ez álom, természetesen nincs ezzel különösebb gond. De én azt szeretném, egyszer volt egy bejelentkezésem egy esti műsorban még az EB előtt, és azt mondtam, hogy higgyük el, hogy ez a 11 ember akar a legjobban nyerni, aki fölmegy a pályára, és én most azt gondolom, hogy most mindenki elhiszi, hogy ez a 11, 18, 22 és Storkkal, Stork nélkül tök mindegy, tehát hogy azok akarnak a legjobban, és ez egy nagyon jó dolog, ha ezt a hitelességet meg tudjuk tartani. Kálmán, én pedig azt szeretném, hogy még lepődj meg egyszer-kétszer a magyar válogatotton ezen a tornán. Hát jó, persze lenne. Pozitív értelemben, mert neked a vereség meg a döntetlen benne van, hát legyen nekünk benne a győzelem is. Úgy legyen. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.